Köszöntök mindenkit, köszönjük szépen gratulációt, mindkét csapat megérdemli, klasszikus első bajnoki mérkőzés volt, idegesen, vontatottan játszott mindkét csapat, és ebben reménykedtem, hogy talán a végig mérkőzésbe tudunk maradni, ehhez azért taktikus játékra volt szükség, és ugye az ellenfelet egy kicsit nyomta a hazai pálya, ugye esélyesebb volt mindig a bajnokságból adódóan, mindig az a hazai csapat nagyobb nyomás alatt játszik, ezt próbáltuk meg kihasználni, és úgy gondolom, hogy jól sikerült, de hát a csapat nagyon nagyot küzdött, nagyon jó védelem volt, ugye itt a Flóra nagyon szenzációsan védett, úgyhogy ennek köszönhetjük a csapatmunkának a sikert. Hát ez is egy mérkőzés volt, tehát ha kikaptunk volna, akkor is ugyanazt mondom, hogy igazából most kezdődött a szezon, dolgozni kell tovább, és ezzel az alázattal, ezzel a taktikus játékkal kell tovább nekünk játszani. Még egyszer gratulálok az MTK-nak, sok sikert, és ugye a kollégámnak pedig itt is szeretnék gratulálni a kinevezéshez, és ott pedig kifejezetten nagy sikereket kívánok. Köszönöm. Hát gratulálok a győzelemhez a budaörsi csapatának. Ahogy a Dani is azt mondta, hogy nagyon taktikusan játszottak, hát teljes, minket nagyon lelassítottak. Olyan lassú támadó játék, és utána egy pillanat alatt egy kicsit felgyorsodtak, lejátszottak kettő a kettő, ebbe alakultak a helyzeteket, meg abba elaludtunk, és saját tempó nem tudtunk játszani, és nekem ma, amit igazából úgy érzem problémának, igenis, hogy az első mérkőzés, igenis, hogy hazépályán vagyunk, lehet, hogy esélyesek is vagyunk, de annak nem szabad stressznek a pályán lenni, és szerintem a játékosaim azért túl stresszeltek. És a másik, amit igazából nem tetszett a csapatomban, az ellenfél jobban akart ezt a győzelmet, mint mi, és legalább így láttam azt az egészet. Mi itt voltunk, de semmi olyan nem tettünk, amit idáig felkészülés során láttam a csapattól, és mondom, az nem értem, ami a múlt héten tudsz, ezen a héten már nem. Tudom, hogy fejbe dőlnek a nagy dolgok, és biztos ebben nagyon változni kell nekünk. Azért, ha mi félünk valamitől, akkor az biztos, hogy nem tudunk kézilabdázni. Most ha valami nem sikerült, az se probléma, minden tökéletesen nem működik, de hinni kell, nem félni. És mondom, az a félelem biztos, hogy megbélyegezte ezt az egész mérkőzés. Mondom, az szerencsének kellett volna lenni, hogy mi itt pontot vagy kettőt szerzünk. Én személy szerint nagyon élveztem a mérkőzést, már az elején sikerült elkapnom a fonalat, úgy érzem, ebben a társaim is segítségemre voltak, és jól láttam a sávokat mögöttük. Az elején én is úgy éreztem, hogy támadásban kicsit félénkek voltunk, de úgy láttam, hogy a meccs közben megjött az étvágyunk, és én is úgy éreztem, hogy mi jobban akartuk ezt a győzelmet, mint az MTK. Először is szeretnék gratulálni a Budaörs csapatának, megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Én csalódott vagyok, megmondom őszintén, hisz 23 gólt lőttünk, nem is emlékszem, hogy mikor lőttünk ilyen kevés gólt, szóval amit a Mova mondott, hogy abszolút nem tudtuk a saját tempunkat játszani, ez nem a mi játékunk, nekünk futnunk kell, mi abba vagyunk jók, és a Budaörs ezt nagyon okosan csinálta, türelmesen végig támadta, szinte passzívig, majdnem minden támadásuk passzív volt, abból találtak egy gólt, vagy végig tényleg kijátszották, mi türelmetlenek voltunk, kiugrottunk. Szóval én ezért csalódott vagyok, de tényleg, amit Vol mondott, felelősséget vállalnunk kell, mi vagyunk a pályán, nekünk ezt felnőtt játékosok vagyunk, tényleg meg kell csinálnunk, rutinosak is vannak köztünk, szóval menni kell tovább.